Sziasztok, kedves barátaim! Újra találkozunk, jó helyen vagyunk. Itt vagyunk, nem mondom hova. Írjátok, hogy mire emlékeztet ez a kis hely, hogy hol vagyunk. És ugye most mindenki készül egy programra, ami holnap lesz. Ez a Halottak napja. És erről egy pár szót gondoltam nektek fogok most mesélni. Védikus írásokkal magyaráznak, hogy halál az nem létezik. Ez egy jó hír, amit nektek most számotokra kell hoztam. Ma ugye van test, ami változik, de hínos, minél tehát de kaumarám, jó varám gyará, tehát ha de hantara praptír díraz, tehát nem a hülyeti. A test az mindig változik, megszületik, növekszik, utódokat létrehoz, és utána elposztol. Tehát elsorvad, megöregszik, megbetegszik, és elpusztulja. Ma voltunk ilyen idősek otthonában, és akkor láttunk, hogy mikor már nem működik a test rendesen, a pszichika se jó működik, sok tolókocsis ember volt. Ez a halál előtti állapotok. És mondják a írások, hogy mindenki lélek, de a lélek az elme és intelligencia keresztül benne van a testben, használja a testet, működik a test, ugyanakkor az elme és intelligencia használja az agyat, és agy keresztül van kontrollálva az egész test, így működik. Mindegyik lélek, aki kapja a testet, megkapja bizonyos éveket, amire tud használni a testet, és amikor lejár a szavatosság, akkor el kell hagyni a testet, és akkor utána a következő testbe kell születni. A probléma az, amikor benne van a testben a lélek, akkor ennek a világnak van egy energia, ami egy ilyen nyomást okozza az elmére, ami által lélek elfelejti magára, hogy én lélek vagyok, azt gondolja, hogy én vagyok ez a test. És az annyira erős, főleg mostani társadalom, ahol nincsen semmi lélekről tudomány, hogyha mi csak kimegyünk a városba és látjunk, hogy mindenhol boltok, ami testről van szó, akkor van szépségbolt, ennivaló boltok, meg ennyi sok minden, minden igazából csak a test. És ilyen hatásra ember teljesen természetes, hogy nem tudja megérteni és elfogadni, hogy mit jelent, hogy én nem vagyok a test, hanem lélek vagyok. Szóval ez egy ilyen nagyon erős nyomás. Főleg, amikor ember csak az elmét használja, az elme hatására, ember meggyőződik, hogy én test vagyok, mert a vágyok, amit kap a társadalomtól, a reklámoktól, tévétől és minden mástól, ez az elmébe zajlanak, és akkor elme az intelligenciát legyőzi, intelligenciát arra fog használni, hogy én vagyok ez a test, és akkor kész. Akkor nem lehet embernek elmondani, hogy te lélek vagy. De ezért nagyon fontos először legalább elméletileg elfogadni, hogy én lélek vagyok, nem vagyok ez a test, és ekkor az ember tud szépen lassacskán haladni ehhez a megértéshez, vagy a megvalósításhoz, hogy lélek vagyok. De hogyha valaki tényleg akarja megérteni, hogy lélek vagyok, akkor majd én erről fogok mesélni, hogy mit lehetne tenni. Most egy kis bevezetés volt. Mi nem vagyunk ez a test. Halottak napja lesz november 1-én, és ez egy nagyon jó, kedvező és jó feladat, hogy emberek meg fognak köszönni, vagy hálával emlékezni a rokonokra, barátokra, akik meghaltak. Ez jó dolog, ez nagyon-nagyon fontos. Hálát mindig kell nekik ajánlani, vagy megköszönni, és akkor vinni virágot. Még legjobb, hogyha mi imádkozunk értük. Aztán úgy sokszor tudjunk, hogy ott a sírnál, ahova mi megyünk, ott már nincs senki. Csak van egy test, ami vagy még ott van, vagy már elbomlott, lebomlott. Akkor szóval egy szempontból nincsen így kapcsolat, mert a lélek elmegy, ugye ahogy csak elmegy testből a tudat, mert tudat
ez a léleknek a szimptomája, akkor elmegy testből a lélek, a tudattal együtt. Ez egy jó dolog, hogy azok a személyek, akikkel együtt voltunk és meghaltak, azok nem szűntek meg létezni, hanem továbbra maradták, mint lelkek, léteznek tovább. Lehet, hogy valaki már valahol megszületett, az is lehet. Hogyan történik születés a halál után? Erről majd következő videóban fogok válaszolni, vagy mesélni, ez is egy érdekes. Mi történik halál pillanatban, és mi alapján, meg milyen törvények alapján lélek kapja valamelyik testet. Köszönöm szépen, akkor lehet jó emlékezni mindenkire, akik már nincsenek velünk, hálával, és tudjunk, hogy ők nem haltak meg, hanem megszülették és mentek tovább következő lépcsőfokra. Általában jó, hogyha fölfele mennek, nem jelenti a mennyeibe, hanem következő születés, és akkor a saját lelki spirituális útját folytatnak. Mert az a lélek, aki elkezdte spirituális lelki gyakorlatokat, de nem fejezte be, akkor következő születéskor biztos ember lesz, hogy folytasson a kis gyakorlatát. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok, csodálatos őszi napsütési napok, itt mindjárt este van, legyen mindenki boldog, Hare Krishna!